Talentum tánc csoportom. A Pünkösd Váró Keresztény Fesztivált már 8. alkalommal tartják meg a városban. Ez egy ökumenikus program, ahol a város katolikus, evangélikus, baptista és református egyházközsége találkozik. Tatai István református lelkész, a fesztivál szervezője elmondta, az idei fesztivál témája a lélek gyümölcsei lesznek. Pünkösdre készülvén várjuk, hogy Isten lelke megérintse bennünket. Tulajdonképpen az üzenet lényege az, hogy az ember megváltozhat. Rendszerváltás jön, megy, sok mindent láttunk már, de az ember általában marad. És a keresztény közösségek üzenete lényege szerint erre vonatkozik, hogy belül meg tudunk-e változni. És ezért várjuk a gyerekeket, szülőket, és minden érdeklődőt, független attól, hogy kereső, vagy már úgy érzi, hogy megtalálta a hitben az ő életének az értelmét. Az eseményen a családoknak is készülnek programokkal, valamint a Kék Kereszt Egyesület munkatársai szenvedélybetegeknek nyújtanak segítséget a leszokásban. Emellett lesz ima és lelki gondozói sátor is, a gyerekeknek pedig interaktív gyümölcskeresést is szerveznek. A fesztivál szombaton 15 órakor kezdődik a Kossuth téren.